Én nagyon jó kapcsolatban voltam a nagymamámmal. Tulajdonképpen gyerekkoromban, 5 éves koromig együtt is laktunk a nagyszülőkkel, és azért aztán egy nagyon szoros barátság, közeli barátság alakult ki köztünk, amit egészen az ő élete végéig tartottunk. Amikor gyerek voltam, akkor a nagymama egy mesekönyvből mesélt nekem, a Csillag Albertnek a Nyomoz velem, Szimat Tóni kalandjai című mesekönyvéből, egy fantasztikus mesekönyv volt, ilyen kivágott papírokkal, és tényleg fantasztikusan volt kitalálva, egészen újszerű volt az egész. És ebből mesélt, és hát természetesen gyerekkoromban még nem tudtam, hogy ki az a Csillag Albert. Amikor gimnázium elején jártam, akkor a nagymamával egyszer elmentem a temetőbe, mert ő elég sokat járt oda ki. És ott találtunk egy márványtáblát, ahhoz elhelyezett egy virágot, és ott láttam, hogy Csillag Albert neve szerepel ezen a táblán. És akkor elkezdtem mesélni, hogy végül is ki volt ez a Csillag Albert, akkor én már rögtön tudtam, hogy ez a mesekönyvnek a szerzője volt, és a rajzolója, vagy grafikusa, és ott elmesélte, hogy a Csillag Albert neki vőlegénye volt, és a II. Világháborúban egy munkatáborban megölték őt. És hát ez egy elég durva történet volt, és akkor én ott a temetőben mondtam is neki, hogy ezt akkor ne is mesélje tovább, mert ezt nem bírom hallgatni. Hát amikor az ember egy ilyen szörnyű történetet hall mondjuk tinédzserként, és még ő nem igazán áll készen erre, akkor ez egy természetes reakció, hogy azt mondja, hogy ezt nem hallgatom tovább, vagy inkább hagyjuk ezt most. És azt hiszem, hogy ez olyasmi, mint akár egy ország, amikor valami olyasmivel szembesítik, amire nem áll készen, vagy nem akar ezzel szembenézni, akkor ugyanúgy valószínűleg egy elutasítás jön, és aztán el kell tennie némi időnek, hogy végül az ember felfogja, hogy ezek mennyire tanulságos és fontos történetek. És amikor már én a Színház és Filmművészeti Egyetemre jártam, akkor kellett egy vizsgafilmet készítenünk, és az egyik barátom, a Schuster Richard, akivel közösen csináltuk ezt a vizsgafilmet, megkérdezte, hogy nincs-e egy jó sztoria a nagymamámnak. És akkor eszembe jutott, hogy hát talán ez a Csillag Albertes történet, ez érdemes arra, hogy egy film kerekedjen belőle. Úgyhogy végül is így is lett, elkezdtünk kutatni utána, és végül is a nagymamám is rászánta magát, hogy elmesélje ezt a történetet, és eljöjjön ezekre a helyszínekre, és valamelyest újra élje ezt a dolgot. És aztán így végül is lett egy több mint 3-4 órás film belőle, ami aztán a tévébe is ment, a filmszemlén is ment, és hát több díjat is kapott végül.